meccs, amit most meg fogunk nézni, az a hatodik szintű közepes tankja, legalábbis az egyik az amerikaiaknak, és ez pedig az Easy 8, az M4A3E8, ugye úgy szokták becézni régen a világháborúban, hogy Easy 8. És a másik, az pedig a Jumbo Sherman, az 3E2, azt hiszem, amiről talán régebben már volt a csatornán szó, de tényleg nagyon régen volt, amikor én vezettem azt a tankot, és most kaptam két nagyon jó játékostól két nagyon jó visszajátszást ezzel a két tankkal, és úgy gondoltam, hogy talán bemutatom ezeket a testvéreket. Ugye a két teljesen eltérő közepes tankját az amcsiknak. Az egyik ugye ez, amit itt most Good Tankers fog vezetni. Ugye az Easy 8, ő az igazi közepes tank, tehát a gyors, szemétkedős, oldalról lövöldözős tankocska, míg a Jumbo az inkább ez a félig meddig nehéz tank tulajdonképpen, egy nagyon jó páncélozott tankról van szó, ami simán bele tud állni az ellenfél lövéseibe, hogyha megfelelő oldalát és részeit mutatja neki, és ezt is látni fogjuk majd a következő videóban. Itt viszont most Good Tankers azt fogja nekünk megmutatni, hogy az Easy 8 nem túl jól páncélozott, bár az eleje a tornyának az, és ez ki is tudja dugni, hogy minden amerikai tank, gondolom már nagyon jól tudjátok, hogy az amcsik azok lefele tudják irányítani az ágyújukat a dombokon, és ezt az Easy 8 nagyon jól ki tudja használni. A tornya eleje az nagyon jó pattintgatós, míg a többi rész az nem túlságosan jól bírja, ráadásul elég magas, meg nagy egy közepes tankhoz képest, tehát elég könnyű átpukkantani. Az ágyújáról meg annyit érdemes tudni, hogy hát ezen a szinten ez az átütés, ami ugye 128, azt hiszem, az nem valami nagy, és a sebzése is elég pici, 115, viszont ezt cserébe nagyon-nagyon gyorsan tudja kiköpni magából, tehát azt hiszem, hogy akár ilyen 3 másodpercig is le lehet vinni a töltési idejét. Tehát igen gyorsan lő, ezt látni is fogjuk majd itt. Ráadásul erre a tankra lehet, ha jól tudom, vertikális stabilizátort is tenni, ami azt jelenti, hogy menet közben is elég pontos, és ez különben is igaz rá viszonylag. Tehát ez igazi olyan mobil tank, amivel folyamatosan mozgásban kell maradni és szemétkedni. Na lássuk is, hogy ezt hogy kell csinálni, mert szerintem Good Tankers, aki egyébként egy nagyon jó játékos, a statjai alapján mindjárt meg is mutatja nekünk. Azt mondja, hogy azt elfelejtem megmondani, hogy a pálya az Karélia, és igaziból két lehetősége van ilyenkor az embernek. Az egyik az, hogy fölmegy oda a nézzük csak G6, G7 be a dombra, kihasználva a sebességet, elfoglaljuk a dombot. Ez elég necces ugye azért, mert a hatodik szinten az MFL tankja is még viszonylag gyorsak, tehát hogyha odaérnek még miatt mi felérünk, akkor bizony jó oldalba kapnak bennünket, és ez nem túl kellemes. Úgyhogy ehelyett Dominik úgy döntött, illetve nevezem inkább Good Tankersnek, úgy döntött, hogy a dombokat fogja kihasználni itt jobb oldalt, ami ugye nagyon-nagyon jó az Easy 8-nek, mert szépen lefele tud lövöldözni, és szegény KV1-es az mindjárt meg is fizetett azért, amiért olyan nagyon keménynek hiszi magát. Ugye a KV1-esekkel van tele mostanában minden hatodik szintű meccs, mert hát ugye ez az ágyú az isteni ezen a szinten, de hát a legtöbb ember nem tudja, hogy hogyan kell használni, úgyhogy általában gyorsan meghalnak. De én is helyketten nagyon szeretem őket lövöldözni, mert ilyen jó kis puha célpontok. A mögött egy hetszer. Kis szépen kapott kettőt, a 15 élete, és meg is halt. Látjátok, milyen gyorsan lövöldöz az ágyú. Ott meg a másik kávé egy, de az fedezőkben van itt egy Hellcat A-kint. Jó féloldalasan, ahogy a Hellcatek szoktak. Kicsit túlságosan elő van egyébként ahhoz képest, hogy ő egy Hellcat. Lepatintott egyet az ágyú tornyával, ahogy látjátok, hogy az ágyú környék ez nagyon-nagyon puha. De mi nem oda lövünk, ugye? Úgyhogy a teste az meg egy kis kartondobos, semmi más. Ops, felgyújtottuk. Igen, a Hellcatet egyébként fel lehet gyújtani az elején. Ez elég kellemetlen tud lenni, hogyha ti ültök a Hellcatben. 4-3 az állás. Jó, gyorsan pörögnek az események ebben a meccsben. Már is ott meghalt egy újabb KV1. Mindig itt ez a full életű KV1-es. Ugye van egy szakasztásunk is, aki egy Cromwell, tehát két nagyon mobil tankról van itt szó. Úgyhogy úgy döntenek, hogy bekerítik gyakorlatilag ezt a KV1-est. A Cromwell megy az egyik oldalon. És kap is érte egy hatalmas lövést. Pedig szépen a hátába kerülünk a KV1-esnek. Aki tovább is a Cromwell van elfoglalva, egyet kapott. Így van, oda olajtartályokhoz lövöldözünk. Hát a felgyullad, meg is történt. Jaú, valamit kaptunk az oldalunkba. 85. Menet közben, fordítás közben odalőttünk. És eltaláltuk. Így vesz egy kicsit beállni, de az igazság, hogy az eleje a tanknak az még mindig le tud venni ezt 85 lövést, hogyha a tornya találja el főleg. Ott meg egy AFK Matilda, itt ez a negyedik killünk. 128 pen, ahogy látjátok, bőven elég ahhoz, hogy az oldalát a Matildának szétlőjük. Na persze, könnyű egy ilyen álló célpontra lövöldözni, igaz? 1844 sebzés és 5 kill.
És úgy tűnik, hogy ezt az oldalt teljesen lenyomtuk, míg a másik oldalon az ellenfelek meg a mi csapatunkat nyomják le, úgy tűnik. Bár még van, ops, most már nincs, már csak egy-két kisebb tankunk van ott, meg van ott valami nehéz tank is, talán egy KV-1-es, aki még védekezik, viszont az övüki a domb. Há, ott meg menekül egy árti. Menet közben odalövünk, de hát erre nem sok esélyünk volt, lássuk be, hogy eltaláljuk, de ilyen közül érdemes megpróbálni, hopszi, szakasztásunkat lelőttestük. Megint csak menet közben odalövünk, eltaláljuk. Szerencsésen reméljük, uha, ott egy szuszálás közeleg, az már jóval veszélyesebb, mint a stug. Aki meg volt, az a hatodik killünk. Itt a szuszáz, mindenképp köztem meg köztünk kell tartani ezt a dombot, mert ő majdnem egy lövéssel, hát nem tud megölni bennünket, de közel. Úgyhogy, aha, ott van. Megvárjuk, amíg, ó, oh, már is lőtte magát, ilyen kedves, így nem tud, gyakorlatilag megpecsételte a sorsát, mert semmi esélye, hogy beforgasson bennünket, túl gyorsak vagyunk. Viszont ott egy pancálon egy oldalt. Ajaj, az már veszélyesebb, őt is felgyújtottuk. Ouch, kaptunk egyet. Na most a Panzer M4 teteje is egész jól tud pattingatni. Így van. Viszont szóval itt az egyetlen dolog, amikor talán én nem így tettem volna, hogy itt kimegyünk most azonnal. Én megvártam volna itt a domb másik oldalán azt, hogy szétlőjem, mert ha az RT eltalált volna bennünket, az fájt volna. De Gutenkers nagyon-nagyon agresszív. És ez most be is jött. Egyébként ezt meg kell hagyni. Viszont van egy Churchill és egy VK-3601, akit az előbb látunk itt, és teljes életem vannak. Viszont a fele életünket már elvesztettük 8 kill után, és 3000 sebzés után, úgyhogy most közelharc a VK-val az fájhat nekünk. Úgyhogy 88 ságyú van rajta, kaptunk is egy nagyot. Megpróbáljuk beforgatni a srácot. Ez mellé ment. Jajjajjaj, mögénk lőtt, túl gyors voltunk neki. És kapja az áldás, viszont most már jól lenne valaki segíteni egy kicsit, mert... Hú, bementünk a domb mögé, mielőtt előtte volna magát, és most valaki elmondta a figyelmét szerencsére. Így, meg is halt szegény egyszer. De ezzel megadta még a 9. killünket, és ott egy Churchill 7-es. Megjegyzem, hogy ez a VK-36 nem tudta eldönteni, hogy kire lőjön. És megpróbálunk mögé kerülni. Közben meg a KV-1-essel csatázik, és kap egy 4-szálas lövést. Úgyhogy Gutenkers úgy dönt, hogy majd ő befejezi. Mert a KV-1-es baromi lassan tölt újra. Úgyhogy kap egyet menet közben a Churchill helyett, kap kettőt. 47 HP és... puf. Visz lehet Churchill helyett. 10 kill, 4043 sebzés egy 6. szintű közepes tankon. Szerintem ez nagyon-nagyon szép teljesítmény. És szerintem egész jól mutatja azt, hogy mire képes az Easy 8. Ugye nem mindig engedik meg az ellenfelek természetesen, hogy így átrohanjunk rajtuk, tehát hogy ennyire szépen beforgassuk őket. Néha egyszerűen kicsit statikusabb hadviselés, lövöldözünk egymást dombokon, meg dombok mögül, tehát az alakul ki inkább, abban is nagyon jó az Easy 8, tehát hogyha megállunk és csak a dombok mögül lövöldözünk, a fantasztikus sebességű ágyunkkal az is jól szokott működni. De igaziból akkor tud csillogni ez a tank, amikor így be tudunk menni az ellenfelek mögé, és ezt megengedik nekünk. Úgyhogy gratulálok Gutenkersnek, szerintem nagyon jó példája volt annak, hogy hogy kell játszani egy ilyen közepes tankkal. Sziasztok!